Mivel készültél a mostani Fehovára? Mik láthatók itt? A mostani Fehovára készültem a szokásos sorozataimmal, egy vaddisznóhajtásos filmmel, vadászévaddal, ami egy egész évadnak a történéseit mutatja be, és még egy olyan filmmel készültem, ami Európában csak nekem van. A muflon életéről, bírálatáról és vadászatáról készítettem egy filmet. Amikor egy ilyen témát kitalálsz, mert nyilván te találod ki, felszoktad mérni, hogy ez neked mennyi időbe és mennyi fáradtságodba fog kerülni, és hány szúnyog fog téged ott agyon szúrni a susnyásban? Hát általában nem mérem fel, mert olyanaz a filmezés, mint a vadászat, hogy vagy szerencsém van, vagy nincs, addig csinálom, amíg úgy nem gondolom, hogy kész van. Hogyha említetted azt a szót, kiejtetted most, hogy vadászat, és ugye te vadászember vagy, vadászszívű ember vagy, én ezt mindig meg szoktam kérdezni régebben például a Poster Gabitól, hogy fotókat, és akkor most igazából a apparátor, tehát a készülékhez nyúl, vagy a fegyverhez. Neked vannak ilyen pillanatok, amikor átfut ez rajtad? Nincsen, mert az első 15 évem az csak a vadászatról szólt. Lényegében abban az időben gyerdőgazdaságnál dolgoztam, kerületvezetőként kilőttem magam. Tehát én akkor abba hagytam a szakmát, mert úgy éreztem, hogy nincsen már vadászlázom a rengeteg vadászattól. És akkor jött a fotózás, a filmezés, és teljesen más kategória, és soha nem jut az eszembe, hogy lőni szeretnék, pedig van esetek vadászat során, amikor kezembe nyomták a puskát, hogy lőjek, és mondtam, hogy nem, én filmezem, ti lőjétek. Szerinted milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki, nem azt mondom, hogy te sikeres legyen, mert nyilván a siker a lényeg, de az, hogy egy elfogadott szintű munkát le tudjon tenni az asztalra? Úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy csak azt néztem én az elején, hogy jól érezzem magam. Ez volt a legfontosabb szempont. És akkor már tudsz olyanokat alkotni, amivel már megállod a helyed mondjuk pályázatokon, kiállításokon, stb. Tehát itt mindig a legfontosabb az adott érzés, amikor csinálod, hogy az jó legyen. Utána amit kapsz, az már egy plusz. Az, hogy megjelennek a fotóid, az, hogy kiállításaid vannak, az, hogy elismerik, az mind-mind plusz. A legfontosabb, hogy amikor kimegyünk a természetbe, azt élvezzük. De amíg úgy érzem, hogy van esély, hogy valamit csináljak, akkor addig ott vagyok. Tehát előre elhatározom, hogy most én egy bizonyos vadra megyek, akkor azt kiülöm. 5 alkalmat rászánok, ha 5 alkalommal nem sikerül, akkor hagyom, akkor majd megpróbálom később. De amikor már látom, hogy reménytelen a helyzet, bármilyen okból kifolyólag időjárás, emberi tényező, akármi, akkor abba hagyom. Ami jön, azt mindent rögzítünk. Tehát a szituációk azok úgy keletkeznek, hogy nem is tudod, hogy lesz. Tehát mindig, amire felkészülök, sose az történik. Mindig más. De azok meg adnak egy plusz, vagy olyan eseményt, amire nem is gondoltam, de viszont a filmben, vagy fotóban az meg tökéletes lesz. Tehát egy olyan örömet ad, hogy csak utána ülök 5 percig, hogy most mi történt. Ezt a szakmát, amit ilyen szintre hoztál, ez már művészet, ezt mondjuk ki. És ilyenkor ez hogy befolyásolja a te munkádat? Hát előre tervezem maga a komplett filmet, megtervezem, hogy erről a vadfajról és erről a témáról. De Murphy mindig közbeszólt. De addig csinálom, amíg úgy nem érzem, hogy kész van. És mikor gondolom, hogy minden olyan jelenet megvan, nem biztos úgy, ahogy elképzeltem, akkor összerakom a filmet. Tehát mindig a végéről megyek előre. Nem forgatókönyv van, hanem a meglévő anyagot használom fel. De már közben évek során azért a fejemben összeáll a kép. És tudom, hogy na nekem még mondjuk most a mufonos filmem ez, hogy tök sokáig tartott, mire verekedést tudtam filmezni. De mondtam azt, hogy muflon filmet nem csinálunk verekedés nélkül, meg kellett várnom, hogy összejön. Hát ez 5 évig tartott, mire végre azt le tudtam forgatni, hogy a kosok verekedtek. Se előtte, se azóta nem tudtam. Hát egy szarvasos film az minimum 3 év, mire egy 30-40 bikát, olyan bikát, amit érdemes bemutatni, nagy, abnormis vagy nagyon öreg bikát, csak a szerencsém, jó, a tudásomon is múlik, de az 50% a szerencse minden esetben. Türelem, és akkor vagy sikerül, vagy nem. Mesélj már valamit, sztorit, amit megestett veled. Ilyenek voltak, főleg az Alföldön biciklisek, földművelők, tehát előfordulnak, és akkor, de általában vad ilyenkor megszokja, tehát nem zavar. Olyan nagyvadas területeken az zavaró, mondjuk, hogyha egy gazda terepjáróval kiváltási időben végigmegy, akkor arra a napra vége van a történetnek. Milyen terveid vannak? Most volt 2019 van. Fotózásban mindenképp az utolsó percig, mert azt nagyon imádom, hogy mindig van téma, tehát ez egy olyan hobbi, olyan szakma, hogy talán az ember sose tud 100%-osan kielégülni, mert mindig van olyan jelenet, amit nem sikerült felvenni. Most lesz majd márciusban egy kiállításom Kazasztánba, Almatiba, a Magyar Nemzeti Ünnep alkalmából, ahol 40 képpel fogok megjelenni.
és mellette lesz a kiállítás alatt egy ilyen szép filmem a magyar vadvilágról, egy ilyen magyar zenét is fogunk majd hozzá alkotni. Hát akkor innen folytatjuk Salzburgban, és utána most megmondjuk a kedves nézőknek, hogy ha minden igaz, akkor közösen bevállalunk valami kis erdőt is, ha minden igaz. Egy kis akciót majd az őszbak szezon kezdete előtt, hogy bemutatjuk, hogy lehet az őszbakokat elkapni a Buzában.